Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket, mostani játékunk, megnézzük a Goat Simulatort, ami Windows 11-en és laptopon valahogy nem a legtökéletesebb megoldással rendelkezik, a Unreal Engine-nel, ugyanis indítás után minden igaz, kapunk egy hibaüzenetet, nem nyertünk kis hangszórót, nem sikerült létrehozni a D3D eszköznek a megoldását. Ez történik akkor, ha az asztal záróva van, kilép tartalmú üzenet, ami már csak azért is bosszantó, azon kívül, hogy egy kicsit megfolyik, egy konkrétan nálam laptopon jelentkezik most ez a hiba. Ez azt akarja, Full HD képen van, Full HD tükrözés kifele Capture Cardon, van felbontás állíthatóságunk lefele, mert végjától felfele minden kezel a Capture Card, a kijelző is. Ettől függetlenül már él egy motorhiba, ami előjön. Úgyhogy az updatában, a dokumentumokban pontosabban, megkerestetek a MyGames-t, a Goat Sim-et, Goat Game-et, Config Space, az összes DLC van elér ez, a Goat System Settings Init megnyitva, megkeresitek azt a sort, hogy RES X és RES Y. Ezt beírjátok az aktuális monitor felbontásotoknak, amire van állítva, hogyha ez a hiba előjött nálatok, nagy eséllyel ez megoldja a hibát. Ezt lementitek, bezárjátok, elvégbe most indulni fog a játék. Aztán lehet, hogy Murphy szivat és nem fog, majd mindjárt kiderül. Indul a játék, úgyhogy itt is van. Akkor elvégben, ha minden igaz, most még ettől függetlenül a menün belül tudunk állítgatni, ha igényünk van rá. Printelni lehet fel a falon mászni. W, S, ilyen. Nyomjunk meg egy gombot. Nyilván ez a játék telefonokon is elérhető, és hát harmadik része is van. A kettőről sokat nem beszélnek, felraktam rá a magyarításokon található magyarítást. Elsőre azt hittem, hogy az a baj, de ezek szerint nem. És nagyon úgy nézem, ez a File to Load Noobs hibánk, ez azért is van, mert az egy mögött már nem nagyon van szerver. Azaz a Steamnek talán, ha van multi ebbe, akkor az működik, de ennyi. A beálltások, részünket belőjük. Durva tartalom be. Dinamikus árnyék mehet, MSA mehet. Hát megnézzük, hogy menni fog-e bizonyos rendszereken. Összeomlást okoz. 8-szoros, 6-szoljon. Jó. Oké, ennek a mentésnél, hogy MMO-s küldiket, vagy a mindent vissza akarsz rezetelni. Című fejezet, részünket is belőhetjük. Rendben. Akkor nézzünk egy újraindítást, hát ha megint nem fog elindulni. Ugyebár egy DLC-m nincs meg, a soundtrack, de benne van a PD, a Goat és a Waste of Space is. Aztán más nem jelent meg az első részhez. 127 argument van benne, ökörködés, játék, minden előfordulhat, úgyhogy még talán jól is fogjuk magunkat érezni benne, majd meglátjuk. Úgyhogy vannak ilyen apróságok, mikor szivat egy játék indítással. Most épp a Postal 2 még, ami ugyanezt játsza, az is régi Unreal motoron fut. Az eredmény nem hajlandó betölteni. Az az elindul, elszáll. Míg a gogos változatom, amin a gogon megvettem DLC-t hozzá, annak összetett magyarítás nem megy. És ugyebár az eredeti magyar szinkron volt a simához, hogy majd lehet, hogy azzal is szórakozunk. Itt a DLC-k terén bejön ez, megvan, mást is hozzá, illetve van még a soundtrack, azt nem vettem meg. Inkalárd. Teljesítmények szintén ide jönnek be, csak hogy nicce legyen. Van hozzá sok minden. Lehet nagyobbra kirakni, mert nem több értelme lenne. Jó, lesz mivel szórakoznunk, amondó vagyok, játék. Válasz egy pályát, Goatville, Goat City Bay, Goat MMO Simulator. Aha, alul írja. Olyan, mint Smallville, csak kecskékkel.
Lesz neked Superman utalás. A négyen is lehet egyszerre játszani. Nice. Bótán, zsia, tengerparti ékszere. Azt hinnéd, hogy igazi. Kecske, PD, Trayfide, meg mind. West of Space, Alien and Space and Stuffs. Bózé járvány előtt. Indítsd be a járványt, vagy ne. Te döntesz, tesó. Bózé a járvány után. Értul, ameddig csak lehetséges, ha nem is magadért, de a kecske élékért. Talul egy kényszer betölt felirat. Ezzel betölti azon műhely tárgyakat, amik lehet nem kompatibilis a játék ezen verziével, ettől a játék összeomolhat. Hát aranyos kézzel. Tehát Goatville-lel kezdjük, valószínűleg a többi pálya is poén, vagy lehet, hogy itt nincs annyira összetett, ilyen megcsinálva, mint a 3-ban. De majd kiderül. A jetpack repülj velem, repüljünk a légféle erre. Repülhetsz kéksre, vegyhelyben állva, R-gombot nyomkodva felpöröksz, az előre gombbal elindulhat. Hol az dinoszaurusz kecske, nyard meg a dolgokat, hogy felvedd őket, és R-gombbal bombát készítesz. Kecskevérű, a sárkány nyelvén beszélhetsz. Ez a Skyrim utalás elviekben. Dupla ugrás, mert minden játékban lehet egy jó kis dupla ugrás. Az jó pofa. Tárgymenü, menj dolog a cuccokat a tárgymenüdbe, hogy később használsz rögtön. MMO vadász. Elég jól ismerik a túlélés alapszabályt, a vadászok nem a városok kényelme, és sokkal inkább a vadon kegyetlenségét keresik. Az erdők és a folyók mesterei, a vadászok becserkészik zsákmányaikat, fémes és éles csaliukkal, ami mindenféle állatra jó, fűszránktól egészen a... Nem tudom meg meddig. Bűvész. Kiválasztott gyerekek, akiket a vörös ruhás, fehér szakállas ember látogat meg télen, nesze neked télapó. Kapnak egy varázsdoboz mindenféle varázslattal, mint például a pakli, egy paklikártyával, egy kalappal, amiben egy rejtett részleg, részleg található, jó rejtett részleg, egyre jobb. Tanuljunk meg olvasni. És egy műanyag varázsbont, az élete többé nem. A mikrohullámú sütök a leggonoszabb eszközök a világon. Kaotikusan gonoszak és élvezik a káoszt és a pusztítást. Gonosz fejükkel, erejükkel képesek az élet ételt entrópiával megígérni. Jó, van itt minden, ahogy kell. Nem éhező kecske, alkalmi kecske, műanyag kecske, minden. Jó, legyen a Ghost ez a dupla ugrás, de nem. Ahogy. Na, hol a dupla ugrás előbb volt? Ja, azt már kiválasztottuk. Jó. Hát akkor játék. Lehet nyalni, ragdolozni, QE, Shift, Perfect Landing, Space. Na hát itt is vagyunk, úgy szép fáliskéséssel be is törtött minden, pedig az FPS számunk majdnem stabil. Itt van a kecskénk, ez az elhéresült jópofa állat. Dupla ugrásunk már van. És ez a nagyjából káosz, kell csinálnunk kategória. Az ott fut, az ott néz, az ott egy másik kecske. Oké. Mindent is le tudunk bontani. Másik kecske. Itt a Q-val meghaltunk. Megnyaltuk a gótot. Ilyen hosszú a nyelvünk már. Almice. És nem tudjuk magunkkal elhúzni. F. F időlassítás. Na, mik vannak itt, kérem szépen. Gyere már velem. Szuper hosszú nyelvünk van a... Mindenen át. Ennyi volt. Lefejelve kocsi. Hát elértük a felhőket. Te itt miért vagy? Ő bigye. Gyere velem. Na ő jön, akkor kecske a kecskét nyalva, nem? De amúgy bárki és akár. Ő, ez tank volt ő szerinte. Hát úgy látom erről.
ahol a világ robbangatunk itt mindent. Te ott. Gyere velem. Lassza. Come on. Gyere úgy úgy. Eldére kihúzom. Itt jött az előbb valami autó. Nem ütött el. Hát szégyelled össze magad. Kamion. Gyere csak ide, kamizsa. Elütött az autó. Üssön el egy autó. Kösz. Oké. Itt valakik nagyon sztrájkolnak. No penis shaped food. Oké. Okay. És te itt? Meg volt. Ijesz ki a szart is belőlük. Mindenki kapja hal. A szuper kecske. Ennyi, kap itt mindenki minden. Biztos van értelme, hogy milyen küldetéseket. Tehát te mit izélsz itt? Kínál egy rohadtul nagy kombót. Túléli? Nézd be a házba? Nem nézed be a házba. Na, összeestük. Az becsapódott. Menjünk oda föl, csúszunk le. Na. Azért van dupla ugrásunk, hogy föl tudjunk menni. Mi vagyunk a falonugrás királyai. Ja. És akkor itt. Nyomtunk egy kút döglötként, elrepülünk. Nézd, anya! Flacs! Mintha nem lenne víz. Kérdés gondolom, erre kéne ráesni? Oké, okay, trambulin. Egyre följebb és följebb. Nem nyert is hangszórót. Egy, kettő, három, négy, kicsit arra megyünk mindig, öt, hat, hét, mellé. Szuper kecske, becsapódtunk, de elvileg tudunk talpra is esni, ha minden igaz. Töklelni tudunk. Ez itt meg egy gyár. Mászunk ide föl. Könnyű falon futás. Oké. Okay. Legyüttünk az építkezésre, nem kell ide a beton. Érdekesen egy pindulit, mintha beragadnánk a cement mixertől. Még meg is állt. Oké. Okay. Hopkarika. Hát ugorva rakla. Nagyon csecse. Ez a tipikus állatkodás állatkodása. Na most komolyan. Hobó. Francis, Matrix, mindenki kap. Oké, okay, kezdve az a trendbagolt.
Hát neked fizika motor. Yeah, clutch. Kocsi, robbantsuk fel. Rükkös lövés, közepes fellökés. Ezt nagyon messzire löktünk egy tárgyat. Igaz, hogy a tárgy mi voltunk. Megyünk a létrán, ahogy illik. Még följebb. És még följebb. A rossz kecske időnként magától nyal. Ne esd le. De hát ezt a kamion fogja bánni. Megvolt. Tudunk elvileg a falon futni. Főleg, hogy ez a hüllőn egy pindurit megakadtunk. Oké. Okay. Helyünk se tudja, mit csináljunk. Nekifutunk. És felfutunk, na mindegy. Benzinkút. Csá! Oké. Okay. Olyat robbantunk, hogy be vágoltunk ide a falba. Honnan? Oké. Okay. Repülj, kecske, repülj, meg volt, csak nem fölfele repültünk, hanem egyenesen át ide. Hogy szabadulunk ki? Igen, itt vannak írások, amiket megszereztünk, meg amiket meg kell szerezni, küldetések. Jó, esetleg olyan, aminél túléljük. Nyalás, nincs is olyan gombunk. Na, innen nem akarunk kijönni. Konkrétan ott vagyunk bent. Nem tudom az előbb mitől mutatja az ott ki. Na, ki tudunk zoomolni. Oké. Okay. Oké. Okay. Nem fogunk tudni innen kijönni? Nagy eséllyel nem. F az időlassítás. Talán az időlassítás így megrángatja magát. Konkrétan átbagoltunk a épületen szerintem. Jobb gomb, bal gomb, semmi nem csinál semmit. Igen, időlassítva sem tudunk mit csinálni. Hát ez úgy kellemetlen, hogy ilyen aranyosan bele tudtunk bagolni. Jó, ebből is látszik, hogy a legelső rész semmi másról nem szólt, mint egy paródiáról. Ez is volt a... Nem volt miért a feltámadás. Ő még mindig itt van és várja ezt. Itt lassítva lett lefejelve. Oké. Okay. Nem volt ez annyira alaposan átgondolva amúgy. Így hagyjuk egy kicsit, hogy repüljünk.
Jó, tegyük tönkre a kulturális hagyatékot, most te hova rohansz? Oké. Ne menekülj! Hát is esett oda nagyon Nice. De mitől csinálta azt a seggcsúszást? Elütött egy teherautó. Ezt miért csinálja? De itt nem. Mindjárt úgy repülj. Ti most nekem akartok jönni? Komolyan azt gondolom. Hát meg beszólt. Ne a fejed fogd, hogy nem lát semmit, akkor téged az nem érint. Dehogy nem érint. Úgy, átadom. Come on! Püff! Hogy ide? Ezt a takaszt már jól széttettük. Blacs! Be is ragadtunk oda a kerék alá. Lesz a neked kombó. Amúgy mi nem tudunk ezen átmenni, mi? Ezek csak itt random jön. Utazol? Következő területre? Maradás. Lefejelve K. Oké, akkor mi át tudunk menni. Te itt mit csinálsz? Nem szégyelled magadat itt a sarokba bámészkodsz? Vokán kéj, mélységünk. Ami John. Nem sikerült. Egy szemből. Kicsit közelebb. Gyere! Előtött teherautó egy. Akkor azt gondolom össze-vissza lehet kombózni, és akkor most, hogy láttuk. Amúgy. Itt vannak a küldetéseink. A sikeresen landolj egy előre vagy hátra szart. És hogy pörgök. Kis ideig mászkálj két első lábad, azt se tudom az előbb az, hogy jött össze. De itt nincs ilyen, hogy mit csinál. A B, az a B-get és lenne gondolom, van felirat van. Nincs infó róla, hogy ő mi. Hogy tett tönkre a kulturális hagyatékodat. Minden kecske király úrnője, rituálé. Hozzáadod a nagyobb cél érdekébe. Be. Ehhez például már dumálni kéne. Kérdés, hogy mondjuk viszi-e a kontrollert. Nézzük meg. Na, egy Xbox kontrollerrel későm. Hát, úgy látszik nem viszi. Lehet, hogy nem kedeli. Vagy csak a gép nem kommunikál vele. Menjünk ilyen kiderül. Talán így. És azt mondom, hogy Steam támogatja.
Nagyszerűen kell velem működni, azt mondja. Itt már megy elvilengve. De itt nem mozdul a kécske. Bernard. Fejle. Már volt újraindítva, hogy nem tudom mi nyugsz. Gombkiosztás. Akkor fölmenni. Újraindítjuk, hátra ez a nyugja. Nem ér is, ne? Erő szerint teljesen támogatja a kart. Itt írja. És nulla archivment van meg egyébként. És akkor vagy az archivment rendszere rossz, vagy passz. Kinézem a játékból egyébként a régi Unreal motor kezelés véget, hogy simán egy bites indítással működik, az elindul jó, nem indul nem jó. Menet közben nem szereti a váltást. Igen, sprint, ugrás, fall, futás. Játék. Ott van az Xbox kar. És a dupla ugrást azt benyomjuk. Nem kell. És játék. W majd S-sel lehet egyensúlyozni és balanszolni kell. Na itt van a karakterem. Oké. Crash. Ragdoll. Nyal. Igen. Tart. Időlassítás. Be, meglett el is. Ő felcsapott az autó, és neki a kerítésnek. Eddig Nice. Igen, ez mi? Hát tudom, szétfejeljük. Na, hát ott beedzik. Bam, 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 oda mi jutunk föl. Nem jött össze. Szóval elsőre lehet itt balanszírozni. Ez szépen elütött. Állítsd meg a tovlit, nem fog működni. Oké. Ez se. És ha menet közben rányomunk a billentyűzetre, vajon mi történik? Semmi. Az menet közben nem lehet változtatni a kompjosztása. Az cuki. Jó, mindenesetre viszi a kart, úgyhogy ezen nem kell nyugnom. Ez a része jó. Nincs térképünk. Pedig lebeztem. Jó, azt szépen megfejeltük. Jó, itt széltében korlátozva vagyunk a kettő között. Arra fele lehet, hogy nincs már semmi. De arra fele viszont még simán elnézhetünk. Látsz itt driftel. Szerintem te itt ne drifteljél. Nem nyert. Thank you.
sem fogta kipulikázni. Azt elütötte. Jó. El sem pulikált vele itt. Azt kilőttük, hogy magunkat is. Na, az ott ég. Gyere vissza. Őt mivel lehetne megállítani egyébként? Ezt nem tudtam kitolni odáig. De ez meg arra lök. Hát nem Simon jutza magát. Na, lög már arra baroncsot. Lefejelve az autó. Oda a hadlökjelek már ki, ne legyél póni, fél. Na mindegy. Vele se foglalkozunk tovább. Mi ez itt? Stonehenge? That's it, mini Stonehenge. Befejezve Goathenge-t ő. Ezt kéne tönkretennem? Nem volt. Tessék, dőled egymás után. Zúzd szét a Goathenge-t, meg is van. Crush the Goathenge, what is the purpose? Ez a neked fizika alapú hülyeség. Egyébként meg a gyártók azért találták ki ezt a játékot, aha, ezért le van zárva. Vagy nincs. Tudtunk jönni. Miért visszadob? Aha, ez. Ergo, hogy arra már nem ennyi című fejezet, azaz ha mégis kijátszod a rendszert, akkor se éred magad biztonságban. Mi van még itt? Kecske áldozat. Nem szégyenitek magatokat? Harcolj! Úgy. Kettő. Három. Négy. Te aztán egy fasz a gyerek vagy, című félet. Öt. Alexander Goat faszon. Egy. Csodás. Hát akkor meg volt itt a kecske. Ó, skint váltottunk, mi lettünk a fasz a kecskék. Annyi nem. Az kilőtt minket, mint napűhold. Miért váltottunk skin? Mi vagyunk testvére, mert mindegyiket teli fejeltem. Hogy szalad hátrafele? Kiküldtük a grafikából. Yeah! Yeah! Hogy repül? Igen, ez egy főállatságjáték, nem egy story-orientált valami. Ez egy tipikus üles hülyeség, na a budi. Napi rutin néven teli fejeltük a rökit. Oké. Akkor úgy látom már nagyjából mindent láttunk, itt egy nem menekülsz, ahogy beépülsz a kerítésbe. Na, that's it combine, ez bán. Befejezve pláte. Étroncsolvák vagyunk. Ez egy pindulik nagyobb, mint mi. Bármennyire kitesített kecskék is vagyunk. Jó. Megáll. Bá, rá van írva, hogy bá. Jó, hát akkor ezt a kocsi fogja bánni. Megpróbálom csak lögdösni előre fele, nem fejelni, adott nem kap ilyet. Hát akkor lefejeljük, nekem így is jó. Nem volt hajlandó megmozdulni.
Aha. A szöglét cselünk itt vidámon. La 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 la. Nem csináltunk semmit. Oh yeah. Uhú, elrepült. Na, mit látok a szemeim? Mi van? Mi az a bicycle ott a háztetőn? Ej! Y, hogy használj! Bicic le! Nem jött össze. De leszettük a cangárdat, Bástyani. Ha? Mit szólsz hozzá? Azt, hogy kirepülsz innen a francba, mi? Jó, hát akkor ezt a részét is megvolt, ez robban? Nem, kicsit. Oké. Kapták hartak. Big boom! Na, ki tudunk innen jönni meg, vagy ez alánk szorít? Átugorva az autó, nem lesz fel. Oké, okay, legyetekünk, kérem szépen. Érjük el a hordat, közepes ugratás. Ez olyan, mint az a tuning verde, nem? Volt. Elrobbantottuk. Kaffészkény. Na, hát akkor kapunk kaffét, igaz? De szépen bebeezünk. Legendák kecskéje. Vagy ez a készítő. Azt mondják, itt készül a játék. Már nem készül. Visszavonták a fejlesztést. Mit szóltok hozzá? Ha? Nem örültök neki, hogy megvan oldva a gondotok, hogy nem kell több játékot fejleszteni? Oké, hát egy pindulit túl. Fejelgettem itt mindent. És ide be. Holott semmi értelme. Ide be. Oda nem lehet bemenni. Hát ide föl lehet viszont jön. Kukucs. Némán de szép tévé. Flappy Goat. Y to flap. Hol lehet játszani? Interaktív játék. Azt. A barátaid leaderboardja 914.105, Likano 0. És tényleg van olyan gomba, aki ezt megoldotta? Szerintem 0 pontot nem lehet elérni többet, mint 0. Esélytelen átmenni ott az elsőn. Hát, komolyan. Nulla, azonnal beleesik, hát hiába nyomkodom én az Y-t. Olyan hitboxa van a kecskének, hogy na, pedig random jelentkedik. Van egy pontom, el se hiszem. Tényleg volt olyan állat, aki ezt a 914.105-öt elérte? Hát biztos nem hiszem el. Nem lehet tönkretenni a játékot viszont, de van játék a játékban. Sziasztok, ne fejlesztetek semmit, ide jöttem, vége a melónak, cseh. Hello, szia, csá, hello. Hello, hello, hello. Így jobban tetszik a berendezést, hanem szálljál le. Ahogy, te is ott átbagoltál a textúrán. Oda nem lehet bemenni. Akar kiengedni az asztal. Oda se lehet bemenni. Itt van egy meeting room, ahol már nem meetelnek többet semmit. Eredetileg szarvas kombó lett volna, ott van az élő bizonyítéka. Lett belőle ő. Hát nem gyönyörű. Erre fele mi van? Kukucs. Jöttem hátulnézőbe szó szerint. Na, kiengedtek? Kukucs. Halló. Halló. Na, úgy döntöttek, hogy kidobnak, mint a franc. Le is jövünk.
Itt is nem kell itt fejleszteni, úgy épülj bele a grafikába, kérlek. Arrafele mi van? Nézzünk körbe. Kukucs, haló, szia, pontját mutasd, hello, kávé nincs, akkor megyünk tovább. Fiseltek itt már többet. Ennyi. Szóval ez a játék erről szól, egy nagy állatság az egész, nem kell tőle többet várni. Valahogy a harmadik rész jobban bejött, függetlenül, hogy ez a harmadik részed meg csak az első. A tipikus garázs-garázs, hogy be tudsz menni meg, át tudsz menni. Jó, mi van, ha területet vár? Akkor ott más küldetések van? Azt mondom, hogy erre fel el akarok menni. Igen, utazás. Tudunk a levegőbe forogni jobb gombbal. Kár, hogy billentyűzet, és egy volt a one abba a billentyűzetre. Oké. Átjöttünk ide. Ugyanaz a küldetés. Hát figyeljetek, szerintem a gázüzemnek vége. Itt hármat robbantottunk egyszerre, az eredmény az volt, hogy sikeresen megérkeztünk. Oké, ezt fel lehet venni? Igen! És ez el is hajít minket. Víz. Vacs. Oké. Hát a kurtól átrepültük a fél földet, Fabrió. Miért halsz meg magadtól? Ó, mennyi és ússza. Na ússza, oda be. Úgy. Csob. Teljesen nézelődjé. Jó, ez öngyilkos lett magától. Erre rá tudunk szállni. Elkapott. Sikerült megnyalnunk. Kell ennél több? Vártok a jegyre? Hát én vagyok az egyetlen, aki felszállhatna már. Itt is mit akartok chipset enni? A chips ártalmas, hát nem tudtátok, hogy csak ennyi viccesen kell enni? Piske meg plaster, ne áruljad ezeket. Oké. Okay. Cseh. Erre talán fel tudunk már szállni. De úgy. Na, hát akkor jó kecskéhez méltan. Tudunk beezni. Ahogy. Az a kontrollár meg nem tudja eldönteni, mit akar, folyamatosan remeg. Züm, 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 züm. Na, de így magasra kerülünk, nem? Még ha nem is konkrétan repülünk. Arra a hullámvasútra kéne még felszállnunk. Milyen jó csavarok vannak benne, he? Van valami nullás pontja annak, ahol utolérhetjük? Hogy ott van lent. Ha ne tudja. Jó, mi ott állunk benne. Ha ott megy a hullámvasút az erre. Mondom, milyen fán. Kérdés, hogy ez egy Infinity hullámvasút. De. Lefejelve a Missing Name. Lefejeltük a hiányzó nevű terméket. Tárgyat. Jó, és ha nem a nyelvünkkel akarunk bambáskodni, na, menjünk innen ki. Na, bejönni be tudtunk, kimenni már nem tudunk. Oké, ez sikerült.
Befejeve boxgép és kilőttük napműhornak. Emberünk tudja mi az a Infinite Run üzemmód. Most már nem. Te nem félsz. Te sem félsz. Ja, hát gondoltam, ha már ennyi DLC-t kiadtak a játékod, de egy Tindulit finomítottak rajta, mert egy változott a kecskénk. Aztán megint a normállal vagyunk. Kettő. Arra hol lehet följük? Erre. De elmegy arra, nyom egy flippet, elmegy arra. Ezzel nincs végpont. Az Infinite megy. Na, hát akkor talán a várba bejuthatunk mi. Ezek itt instant meghaltak, jó. Vagy büdösek vagyunk, vagy fene tudja. Mindegyik karakternek van neve. Most a túloldalról kéne megpróbálni bemenni, nem? Innen. Oké. Okay. Igen, és ez azért van itt, hogy elérjük róla a hullámvasutat? Oké. Okay. Meglett a falon landolás. Nehéz falonfutás. Szerintem ebből az irányból jön. Vagy nem. Pöf. Jó, tudunk landolni valahogy szépen oda a szélére, mert reagál az irányításra. Ahogy. Hát de aranyosak, itt pihengészünk. Az egyik már a víz alatt pihengészik. Vajon kijön-e? Vagy ő most dájüzemmódban a cipője fönnmaradt. Felkelsz vagy nem kelsz? Ekkor egy póni egyébként az a kecske, akivel vagyunk. Jó, hát úgy néz ki, hogy ő már onnan nem jön ide, mint hogyha a buborékok szánálnak a szájából fölfele. Hát, egészségére. Az messzire jutott. Itt valamit láttam az előm. Itt tiketsz ahova. Oda. Ez a... hullám vasút. Kukucs. Vigyél föl. Igen. Így. És itt egy kecske. Mi vagyunk a magaslaton. Akkor erre most fel tudok szállni? Úgy, úgy. Ciao. Go. Remélem nem pottyanunk le. Oké. Erre számítottam, hogy ki fogunk zúgni onnan. Pedig ilyen döglött kecske üzemmódban voltam. Így meg el tudunk pattogni a vizen. Elkacsázunk. Tadadadadadadadá. Na jó, elég a vidám parból. Menj innen. És amúgy... el vagyunk a vizen, vagy direkt pattogunk? Ja, nem így is jó.
Sok parkolóautó. Timer, valamit időre kéne megcsinálni. Vajon mit? Mindegy. Most nem akarom azt kitalálni. Most kontrolleren vagyunk, de valahogy bár én vágytam a kontrolleres irányításra, nem érzem úgy, hogy annyival jobb lenne. Te hogy sétálsz, bástya? Tár lefejelve. Ez itt. Víz. Poing. Na, így kell följönni. Hello, adsz valamit? A kártérben a Club Style menüknek az árnyéka nagyon jól működik. Ő úgy döntött, összeomlik a bútorattal együtt, de... Neked vírja. Mert vír... Cseh. Jó, ez a ragdoll. Ezzel nyalunk. Jó, csak ide. Nem lehet hozzád befejelni. Te védett vagy? Hallod, de innen ide, és innen meg falnak látszik. Tehát ilyen folyamatos falba vagy? Na mindegy. Te itt. Köldjem. Jöjjön velem. Ha beragadtál a korlát alá? Nem, nem, jössz be, ügyes. Ez a neked ragdoll. Gyere! És megijedt attól, hogy ide. Hát akarom rajta húzni. Úgy, úgy. Új, guztuskalanok vagytok, mit csináltok? Hát... Gyerekek is nézik ezt. És tényleg tudunk bringázni. Lol. Igaz, kanyarodni nem tudunk, de a billegést meg tudjuk akadályozni, hogy merre dőljünk. Bum! Így kell kilőni magad, igaz a túloldalt is robbant, de hát... A legjobb akkor is előfordul. Most ez komoly? Ez bizony, bástya, egy félcső. Viszont nem tudok kanyarodni vele. Dehogy nem tudok, a másik analóggal. Na, fejé föl. Oké, ezt nagyon szar irányítani. Hogy... Vallal... Tekersz. Gyerünk, menj föl! Menj föl, kecske! Ah. Bicycle. Gyerünk föl. Ezt tanyomi kell majd a kezelést. Jó, akkor anélkül fel tudok menni. De itt ez lenne a lényeg, hogy gondolom trükközzünk. Kis ideig mászkálj két első lábaidon, de hát hogy? Ennyi az a kicsi idő. Ide kijövünk, tessék itt egyenes az út. Előre, hátra, és egyből el is cseszi. El is ütnek közben. Ennyire kis ideig. Vagy már meg kellett volna adnia, csak nem akarta megadni. Oké.
Előre, hátra. Hogy 1000 pontig kéne eljutni, vagy hogy? Nagyon finoman kell játszani vele. Tessék, 1300 pont, nem? Akkor panna. Mégis jó. Trükkös lövés, te mi vagy? Hadd ide. Kártyázó nyelv megszerelve. Sorry about my goal, sorry about my goal. Mi ez a nyelv, te? Mi az, hogy csákjáló nyelv? Aha, szóval azt itt kilőjük. Kit kapunk el vele, vagy miért jó ez nekem? Ott egy mister. Hát az oda nem talál be. Mi ez? Na jó, engedjetek be. Szóval mi van itt? Én lettem a koronás. Igen. Semmi. Meg lett a harmadik a 31-ből. Itt nem jutunk ki? Nem. Nem is az miért jó. Ugyanaz a nyelv, csak mit csinál pluszba? Nem húzza maga után a másikat, igen. Világít rajtunk ez a jel. Meg a szemünk, és erre nem is jön civil. Oké. Hát akkor robbantsunk. Oké. Levegő lefejelve autó. Átugorva kuka. Jó, akkor nézzük meg, mit csinál ez a nyavala, úgyis elrontjuk elsőre. Elkezded az időn, mert el akarod kezdeni az időmérő futamot, szerez 60 másodperc alatt annyi pontot, amennyit csak tud. Ne. Legalább megkérdeztem. Már végigértottuk az egész helyet, akkor minek? Úgy, ebbe. Nem tudjuk vezetni, mert azt tudom, hogy a háromban már vannak ilyen jóságok, hogy lehet vezetni a járműveket. A második részről amúgy nem szól a fáma, hogy azzal mi történt. Azt hiszem, azt visszavonták. A harmadik meg ugyebár nagy siker lett. Igen, reagáltunk a vízre. Jó, ebbe az irányba eljöttünk. Ne hova tudunk tovább menni, honnan jöttünk. Atoy City 3 km. Errefele valami. Arra. Azon kívül, hogy így van, nem tudunk tásolni. De tudunk. Tökleléssel. Oké. Okay. Autó. Tudunk egy backflippet rá. Igen, és ez itt már más város. Hurtstone 7 km, illetve erre föl tudunk menni, de szerintem onnan jöttük, hogy erre kezdtük is. Ez a kezdő városom. Rotate R jobb gomb. Ja, biztos, igen, ez a kezdő városom. Bácsi, bácsi. Tetszik torony. Ez a torony a háromba is van, és terepe van.
Vajon itt is van szerepe? Add ide ezt a szomót. Még csak 2 a 30-ból. Vagy ezen a helyen van 30? Na, kecskülj arra. Kukucs. Oké. Okay. Finally become the master of the gold tower. Oké. Okay. Ennyi? Mert kontrolleren viszont ritka szarad irányítás, meg nem lehet kizumolni. Ne. Átjöttünk. Kecske kastély. Légy minden kecske királynője. Ráadásul kancával vagyunk. Az a minimum. Van egy hangja, bástya. Igen. Kecskét a kecske trónra. Become a Queen of Goatwild. Goat Queen lettünk, és változott is a karakterünk. Elkapott egy ilyen maszkot. Oké. Okay. Föllökkel lellek. Lefejelve, levegővel, goat. Nice. És más van abba a helybe ott? Mert a háromnak sok köze van már hozzá, de az más. Jó. És akkor erre van a purc. Elvett 3 kilométer. Imlen. Erre mentünk előbb. Mindjárt kiderül. Hogy erre van-e a vidám park, vagy nem. Igen, errefele van a vidám park. Viszont akkor menjünk vissza arra. Te szépen sétálsz. Szia! Nézd, egy kecske! Jó, ez sárt a grafikán, az a legegyszerűbb. Nem visszaszólni még egyszer, nem. Simán átkeresni a grafikán, tényleg. Hát milyen pónik ezek? Pontszámunk leredetelődött, váj. Kapta. Ő papíroncska lámpa oszlop kapta. Adott egy ma. Macska. Kukucs. Mi van itt, és ez miért világít ennyire? Érdekes textúrák itt. Csak. Te mi vagy? Versenyzel? Akarsz versenyezni? Teljesen versenyt, te milyen gyorsan tudod? Nem. Ja, hát akkor vannak ebben ilyen kis extrák elrejtve. És akkor az ott Astroy City, 3 kilométerbe, Atori City. Igen, ott neki mentünk egy sziklának. Nem, Atori City akkor a fő hely, ahol kezdünk. Kecskedémonok vagyunk? Nem, visszaállt gyárira. Jó. Persze, üssél el, bástya, elvet fele nem megyünk akkor. Nem, Himlen szóló fele nem megyünk. De hova futsz? Azt hitted, mi pedig dehogy mi. Jó, akkor ha elvet fele menjünk. Utazás. Vagy hülye vagyok, és újra meg újra ugyanoda megyünk vissza. Lehet választani. Hát úgy látom, de... Turtom 7 kilométer. Meg lehet nyalni a kocsi elejét, azt mondja. Van tökéletes landolás. Egy kacske már megint. Ja, akkor menjünk a Honlé fele. Vagy Himlen fele. Te menjél vissza az alagútba? Ahogy.
Vagy csak két város van, és a között ingázunk fölül meg alul, mert mindig itt fönt jövünk ki. Érted? De ott van a Vidám Park. Ez itt a Főső utca. Ért lejövünk, és itt csak balra tudunk elmenni. Azt mondta, Ami John helybe forog, tök jó tankosat játszik. Erre jövünk. Az ott Atory City. Azaz nincs más hely, csak ez a kettő. Ja, kiderül. Tada! Bicycle futam. Azt nem mondta, hogy bringáznom is kell. Versenyzel? Hát, szerintem lehetetlenség, ha nekünk kell egyensúlyozni a bringám. Jó, ezek nem kellenek oda. Tehát meg megfogod a fa. Oké. Arra pattogjunk ki. Hogy... Hello, megjöttem. Hello, csá, csumi, csá. Sziasztok. Mi folyik itt? Még folyik, az miért folyik? Oké, elsüllyedt kecske. Fejre állt kecske. Egy pattogó kecske. Mi kell még? Így kell kacsálni a kecskével. Tada! Baram, baram, baram. Lesz-e neked karnevál? Happy birthday, mondta. Happy birthday. Lefejelve akkumulátor. Autó akkumulátor plusz egy. Oké. Okay. Jó. Na, hát akkor ezt a játékot is azt mondom, hogy kiveséztük. Most nem lesz nekem ahol idegzettem, meg nem látok benne akkor a rációt, hogy itt most kontrollerre szórakozzak vele tovább. Hogy éppen merre, hogy a hány méter. Az, hogy a kecsketóver ebbe kezdte. És már megvan. És mi lettünk a kecske királynők. Az vicces. Valószínűleg mindenféle küldetéshez megvannak a maga dolgai, hogy itt mit lehet vele csinálni. Az, hogy újraéledés után más lesz, az egy pindurit zavaró, az, hogy visszakerülsz normál állapotra. Mert azt hiszem a háromban már vannak normális kinelések, amivel lehet mit kezdeni. Az, hogy itt hogy mész be, az úgy vicces. Eltörve váza. Hangja nem volt, de ripityomra robbant. Oké. Okay. Hatalmas ordítás. De ez itt csak ennyi. Ezt tovább gondolták a háromba szerencsére, de... Itt ilyen még nincs, viszont adott kell nekem úgy. 3 a 30-ból, eddig 31 volt, ha nem tévedek, úgyhogy... Jó, mindenki örül nekem, és ebbe belemegyünk, akkor kapjuk ezt a dizájnt. Így lettünk, kecskét a tonra. Parasztokat idéz meg. Ó.
ezek a parasztok. Amik csak úgy lepotyognak. Oké, szóval vannak egyes fejek, amiknek van. Igen. Ide, hadd pattogjanak. Küldíjaik. Cseh. Úgyhogy meg lehet csinálni itt a küldiket benne nyugodtan, de én most hirtelen felindulásból nem látok rá ingert. Megnéztük, mert akciós volt fillérek, én megvettem. Kiegészítőkkel mindennel. Lehet a többi mappa azért egy kicsit több mindent ad, meg a többi játékmód. Majd azokba belenézek. Aztán ha úgy van, csinálunk belőle adást, mint például a Godzi állítólag, azt nagyon szerették, nagyon jó. A zombis rész. Az ül csak egy poén hozzá, de az egész játék ezzel a fun poénról szól. Aminek ez a része, hogy tényleg a megőrült kategória, az kiéled rajta magadat, azt tétökörködöd meg minden. Hát tudjátok mint, nézzünk bele most. Annyi, hogy billentyűeggelrel fogunk menni. Nem? Azt mondta a játék, hogy nem. Jó, és hogy kilőjük a kontrollert, visszavált? Vagy tényleg ebben az egybites megoldással megy. Igen. Alt-F4-et is enged. Nekem itt teljesen jó. Szeretem, mikor egy játék megszabja, hogy mit szabad, mit nem szabad. Ó, param, mi lettünk a Boot Queen-ek. A játékosok felének van, csak meg akarsz. Story about my goat, azaz nem találták meg azt a helyet, ahol voltam. Elég sokan. Alexander Goat's Test Phone. És ez is. Rush the Goat Hang, hogy is, de hát van még küldi rendesen, amit meg kéne találni, úgyhogy van egy tonna, ami az, hogy remastered coming soon. Aha. Lehet, hogy akkor ezt az eredeti Goat Sim-et átrakják újabb motorra, és akkor mindenki örülni fog. Ha nincs gond az Unreal Engine-nel se, csak ez a része még régi, és itt a ragdoll annyira nem működik, ahogy nézzük. Jó, játék, és akkor nézzük, mit mond az MMO. És tegyük gyúrós kecske, igazi harcos vagy. Kecske nagybácsi. Csártya, nem kell. Oké, tárgymenő, MMO vadász. Zsivány. Alatomos és gyors karakterosztály, bárhol képes minket felrakni észrevétlenül és villámgyors. Tank. Erős lenni. Előfizetlen ilyet helyérték, átértékelés, morális filozófiára és a Übermanserre. Zeus. Istenek villáma, tessék. Kicsit szórakozunk, mert itt a módokban van a lényeg, nem az alapban. Nézzük, mit csinál akkor ez így. Van-e bármi váltás? Oké. Okay. MMO szimulátor. Seggek betöltése, mizus cukorborsó. Oké. Okay. Na hát igen, erre nem számoltam, ezért mondtam, hogy valószínűleg a többi részben több állatság van.
nincs karakter, azt egy átlagos kecske speciális erők nélkül, azon kívül, hogy egy rohadtul legendás kecske természetesen. Élete során kijutott az űrbe, démonná változott, jetpackkel repült, és minden kecske királynője lett. Igen, ez az alapkecske, ezzel voltunk, a minden kecske királynője már megvolt. A mikró. Na, már ő nem kecske. A mikró. Mikrohullámos ütök a leggonoszabb eszközök a világon, kaotikusan gonoszak és élvezik a káoszt és a pusztítást. Gonosz erejükkel képesek a létet entrópiával megígérni. Az a céljuk a világban, hogy a fekete lyukat készítve elnyeljék az egész univerzumot, de eddig csak odaig jutottak, hogy a lételekben lévő molekulák mozgását felgyorsítják, és ezáltal felmelegítik őket. Egy napon a mikrók elnyelik mind az élőket és a hordakat is. A mikró két lép képesség a pizza és a robbantás. Vadász. Elég jó is meg a túlélés alapszabályt, igen. Adom kegyetlenséget kereskedők és folyók mestrei, vadászok becserkészik a zsákmányokat, fémes és éles csalijukkal, ami mindenféle által jó, a pisztánkkal egészen az lazok. A vadász két képessége a hal és a horgászás. Hűvész. Kiválasztott gyermekek, vörös ruhás, fehér szakás ember, igen. Illetve többé nem ugyanaz a bűvészek számára. Ma 30 év elteltével a mágikus rengeteg órát. Mágusok rengeteg órát gyakoroltak a szülék pincében, most már képesek tökéletes kártyákat csinálni, és mindig találnak érméket mások fülei mögött. Bűvészek két képessége a kártyatrükk és a tüzes üvöltés. Zsivány. Alattomos és gyors karakter össze, és bárhol képesek sminket feltrakni észrevétlenül és villámgyorsan. A zsiványok mindig egy lépéssel a baj előtt járnak, és az ellenfeléket kijátszhatják temérdek képességükkel, mint például az alapítványok létrehozásával, észrevétlenül vesznek fel maskarákat, precízen használnak szemceruzákat ott, ahol kell, és rúzsal fejezik be. A zsivány két képesség a lopakodás és a kábítás, és a tank. Tank karakterosztályt neked találták ki, old meg a problémáidat ökölcsapásra, üdv a tank csapatba, bója, a tankért képessége a seggelés és a rohan. Tehát akkor nagyon über kecske, a legendás kecske, a rohadtul legendás kecske, vagy a tank? Nézzük meg a tankot első körbe. Igen, most nem tudom, hogy akik ott vannak, azok tényleg valakik kapcsolódtak. Próbáltam úgy karaktert királni, de kiért a világszerve, nem azért, hogy csinálja. Keske kupacot építik, értek. Oké, akkor ezek szerint ez ilyen multi MMORPG. Volt farmék. Oké. Dácsi. Ilyen Skyrim-es. Azt kapta. Tárgymenü I. Oké. Okay. Te kirepülte a grafikából, oké. Okay. Tempest Briston. Szintén tank és egy pindulik alaggott van a szerver része. Hát menjünk ebbe az irányba, egyeszünk, és egy kalandorok útja. Szinte Diablo feelingen van, vagy World of Warcraft, kinek mi. Hát akkor így már is egy izgalmasabb játékba kerültünk, tehát. Eljöttél nekem, miről beszélgetünk. Nézd, én is egyszer tudok esni. Félgomban lemelletted lesz a tárgymenübe. Lecsortam az embert a tárgymenübe? Oké. Okay. Jó, arra mi van? Aranyfarm. Almák. Ez egy... Almár? A szamárt kilőttük napműholdba. Vészel szükségem van egy olyan hősre, mint te is vagy. Igen. Nincs almám, ez tragédia. Alma affinácionádó vagyok.
tessék, ott vannak az almáid. Érdekes. Alma-alma. Vagy ez... Evel kell? Mondom, E. Alma. Ez a feladatom, hogy ide kell húzigálni neked az almákat? Meg is van quest. If Steve Worth the Apple, kaptál egy almát. Megmentetted az életem, de tényleg nincs rá szó, hogy kifizem a hálám fel, inkább fogadd el ezt tőlem, mondta, és adott egy almát. Hát, menj el abba az irányba. Új páncél érhető el. Oké, kettes szintűek lettünk, bocsánat, én kérek elnézést. Hallod, de kapom az XP-t attól, ha ezeket ötlelem. Ó, gyere csak ide te, arany. Nem kaszálgatunk itt. Ennyi abba az irányba, adj az XP-t. Te is. Ők olyan sokat nem adtak. Te itt mit akarsz? A kész katasztrófa az arany termelők teljesen meggajdultak. Készítettek saját gépeket, amik helyettük termelik az aranyat, és itt tönkreteszik a városunk gazdaságát. Steve nagyon örül. El kell pusztítani az arany termelő gólemeket. Küldetés megszállaló Gold Farmer 5000. Hol látszik arany gólemeket? Ugye Gold Harvester gólem ott van. Egy. Igen. És miért laggolsz? Oké. Most is csel aranytermelő gólemeket, de mennyit? Itt van még egy. Kettő. Na, ott jelzi a map. Bócsire. Tényleg föl is tudok futni, falon elfelejtettem. Itt. Mondta és elrepült. Ott van. Gyere csak ide. Hagyjál, pöf. Igen, mennyi kell még neked? De itt valami. Yeah. Meg is van. Szintet léptünk. Új páncél érhető el. Oké. Okay. Ó, jön még itt enemi. De nekem itt ne csináld az aranyat, he. Te itt. Puszt is az aranytermelők, köszönjük, bátor hősködbe összeomlott. Várost a csőttől megmentettük. Itt nagyon bulizol. Á, nem. Képet arra küldtük innen. Jó, csak te sem működjük tovább. Szintlépés újra. Új páncél érhető el. A... Még harvester. Oké. Okay. Errefele mi van? Ez egy katapultnak tűnik. Hát nem, minket lőtt ide, kilőtt valami. Jó, nice, szóval akkor fogták és egy fél multi megoldásba átrakták a dolgokat. Mint egy World of Warcraft, hello, itt mit csinálsz? Unlock the Justin Mutator. Csak egy kód. Oké. Okay. Itt. Ó, azt hiszem végén van, el kellett volna vennem azt, amit a városban és az átkozott pont beakadt a kerékbe. Nincs oda kellő öröm, hogy eltávolítsam.
Segítenél nekem, kérlek? Küldetél szekér segítő. Hát lehet, hogy nem így kellett volna. Hanem meg kellett volna nyalni. Végül is kiszedtük a cuccot belőle. Miért ezt, miért csináltad, ez nagyon gonosz volt, mondta. Ez egy szarjáték, megyek mással játszani, mondta itt valaki. Ez az a ló itt pörög ez erre. Ja, hát meg kellett volna nyalni, így. Na, egyessel tudunk pattintani. Oké. Jó, akkor nézzük meg a többit, mert ez így aranyos. És itt is megkapjuk ugyanúgy a küldiket. Tudjátok mi? Majd legközelebb. Lesz még itt megnézni mit, mert ott a City Bay, Kecskepédia, a West of Space, a Zombies rész. Tehát, hogy így ilyen poén lesz, mint a MMO szimulátor. Na, hogy kiderül, meg hát a műhely belviekben vannak saját modok, amiket még le lehet tölteni és csinálnak. Úgyhogy remélem tetszett, és találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!